körülbelül egyetlen egy napunk arra, hogy egy picit lehűljünk. Ugyanis most már kezd fölkúszni a hőmérő higanyszála megint a 32-34 fokos melegig, és megint ilyen füllett az idő. Ilyenkor olyan nyomott az egész. De egyébként érdekes, mert télen meg pont erre vágyakozunk, hogy mikor jön már a nyár, mikor jön már az a 32 fok. Eljöttem Sofival, aki most éppen nem tudom mit csinál, csúnyálkodik. Hagyjuk egy picit otthon anyát takarítani. Igazából az ő külön kérése volt az, hogy jöjjünk el, és hát most keringünk itt a városba egy picikét. Pár óra múlva ismét benépesül a házunk, ugyanis nem sokán megyek Szegedre a szüleimért, mert itthon vannak, hát tulajdonképpen nyaralni, nyaralásnak is nevezhető, és megkértek, hogy menjek beértük a szegedi vasútállomásra. És van még egy dolog, amiért be kell menjek Szegedre. Hogy mi ez a másik ok, amiért be kell menjek Szegedre, azt egyelőre még nem szeretném nektek elárulni. Több oka van neki, hogy miért nem szeretném elárulni, de egyelőre legyetek egy kicsit kíváncsiak. Majd szerintem a holnapi vagy a holnap utáni vlogból kiderül. Lesz egy picike kis változás, illetve hát nem változás, mert nem változott semmit, hanem remélhetőleg ez egy javulás lesz itt így a vlog életébe, így a 200. rész környékén. Azt azért vágjátok, hogy már 200 napja vlogolok, és nem volt egy olyan nap se, ami kimaradt volna. Ezt még magam sem hiszem el, nagyon durva. Az egyik nézőmnek a kommentjén gondolkodtam, adott egy jó ötletet, hogy miről is lehetne beszélni. Ugyebár én sokáig húzamosabb időt töltöttem Angliába, ha jól emlékszek, akkor körülbelül 8 évet kint éltem Angliába, és kint is dolgoztam. És hát arra volt kíváncsi a néző, hogy meséljek a kint töltött évekről, illetve a kint szerzett tapasztalataimról. Most nyilván nem fogom elmesélni nektek a 8 évet egyben, de azt a részt, amikor kimentem, azt szívesen elmesélem, hogy volt, mint volt. Leges-legelső alkalommal apukámmal mentünk ki egy ilyen szervezett kirándulás keretében autóbusszal, nem repülővel, autóbusszal, és akkor még kellett vízumot igényeljünk, hogy ki tudjunk utazni Angliába. Szóval autóbusszal indultunk el, nem tudom, hogy voltatok-e már Angliába autóbusszal, de aki volt, az tudja, hogy iszonyat szar. Tehát autóbusszal lekindulni egy 2000 kilométeres útnak, az azért bátorság kell. Szóval elég sokat kellett üljünk a buszon, tehát konkrétan a buszon aludni nem tudsz. Eleve úgy érsz ki, hogy hullafáradt vagy, tehát mikor a szemed így be vannak dagadva, aludnál, de nem is tudsz, mert fáj a nyakad, mert elaludtad, valahogy így tudsz feküdni hátul a buszon, buszülésbe, szóval egy picit nem volt annyira komfortos, kicsit kényelmetlen volt. Jó, nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy ezt egyhúzóba lenyomta a buszsofőr, mert nem, hanem megálltunk Franciaországba, ha jól emlékszek, akkor Dunkerque-be, és ott megaludtunk egy ilyen Forma 1-es szállodába. Nem tudom, hogy léteznek-e még ezek a Forma 1-es szállodák. Interneten lefoglalod a szobádat, kapsz egy kódot, és mikor odaérsz, akkor olyan a beléptető rendszer, hogy be kell üsd azt a kódot, és akkor ott tudsz belépni a szállodába. De a lényeg az, hogy kijutottunk Angliába, eltöltöttünk egy jó pár napot odakint, megnéztünk az összes látványosságot, amit általában ilyenkor megszokás nézni. Ekkor én még iskolába jártam, 5 éves voltam, az első fél évet azt még jártam, és az első fél év után kimentem apukám után. Apukám az már kim volt Angliában, és az egyik nap csörgött a telefon, hogy akkor akarok-e kimenni én is, munka az van. Hát igazából én is jónak láttam, hogy ha kimegyek, fogtam magam másnap, felültem a buszra, még másodjára is, egymagam. Kétszer is kibuszoztam Angliába. Hát ugyebár volt egy kis rutinom, már tudtam, hogy milyen a buszos kirándulás. És hát konkrétan, mikor találkoztam apukámmal, apukám az már körülbelül egy 3-4 hónapja kint lehetett előttem. Valahogy így, ha jól emlékszem. És ugye megérkeztem a Victoria Coach Stationre, ez Londonban van, a nagy buszmegálló. És ő kijött ugyebár értem, hát én nem tudtam, hogy mi a helyzet. És
konkrétan elmentünk egymás mellett. De apukám lényegesen lefogyott. Tehát olyan szinten lefogyott, hogy nem, első látásra nem ismertem meg. Tehát gondolhatjátok, hogy nézhetett ki. De utána összetalálkoztunk és együtt elmentünk a szálláshelyünkre. A szálláshelyünkről annyit kell tudni, hogy egy ágy volt benne, egy személyes ágy. Volt benne egy hűtőszekrény, meg egy kicsi asztal. Szóval ennyi. Egy ilyen kisebb becske spájz. Ez Londonban volt, Londonnak a déli részén, ahol majdnem egy évig laktunk, és utána elköltöztünk. Okay, szerintem egyelőre első felvonásnak ez nem is rossz. Ha kíváncsi vagytok még ilyen angliai sztorikra, akkor lájkoljátok a videót, vagy írjatok nekem kommentbe, hogy jöhet még. Akkor nem zárhatom be az ajtót. Most beszéltem a szüleimmel. Várhatóan este 10 órakor fognak megérkezni a szegedi vasútállomásra. Még azt kell kihagyaljam, hogy mikor fogom megvágni a mai vlogot. Hát úgy érzem, hogy húzós kis napnak lesz, nézünk elébe. Ezért biztos, hogy rám fog férni egy pár kávé. Ezt nevezem én párakapunak. Ha hozol magad a tusfürdőt, akkor még meg is tudsz fürödni benne. A következő megállunk Szeged. És itt vagyok Szegeden, Gabónál. Gabó, gyorsan felveszem. Aha, itt van Gabó, a busz megállóva. Gyors felveszem és már itt sem vagyok. Ott van Gabó. Gabóval megyünk felvenni a csomagomat. Hello Gabó! Hello! 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Most már indulok haza Makóra. Szerintem ennyi volt a mai vlog. Találkozunk holnap. Sziasztok!